160 pedagógus vesz részt az idei akadémián. A szakmai továbbképzés 4 napon át tart. Azt tapasztalom, hogy a gyerekeknek nagyon sok új ismeretanyagot tudunk hozni. Persze azért egy pedagógus az a médiákból, szaklapokból próbál mindig a tudásán újítani, de hát más az, amikor itt szakmának a nagyjai jönnek el. A szakmai továbbképzés a kisebbségben élő magyar pedagógusok számára jött létre a színvonalasabb, minőségibb oktatónevelő munka érdekében. Idén a pedagógia hőseiről szól a képzés, a pedagógia hősei, a pedagógusok, a mindennapok hősei, hiszen a pedagógusok oktatnak, nevelnek, tanítanak, a jövő generációjának utat mutatnak, és mindez a képzés a mai nap, illetve a következő 4 nap erről fog szólni. A pedagógusi egy felelősségteljes munka, amely sokszor hősiességet követel meg, mondta a megnyitón Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Pedagógiai hőseit ünnepelve szülőt, pedagógust, gyermeket, és egy kicsit a közösségünket is ünnepeljük, hiszen magyar oktatást ünnepelünk, és az elmúlt 25 év az bizonyította be, hogy a legnehezebb időszakból elindult egy gondolat, és az kinőtte magát, és most itt vagyunk, Kárpát-medencei nagy akadémiai képzések, továbbképzések folynak. Az idei a 25. alkalom, hogy megszervezték az akadémiát Szabadkán. Manapság már gyakran megfeledkezünk arról, hogy abban az időben hatalmas bátorság szükségeltetett olyan szervezet létrehozásához, amely magában foglalta a magyar jelzőt, és ezt követően pedig elindult a szabadkai nyári akadémiának a szervezése. A járványhelyzet miatt az oktatás területén is nehéz időszak áll mögöttünk, ezért is fontos ez és az ehhez hasonló képzések megszervezése, hangzott el a megnyitón. A Vajdaságban több szakmai továbbképzés is, tehát sokrétű szakmai továbbképzéseket szerveznek a pedagógusoknak, és a mi feladatunk, a tartományi oktatási titkárságé az, hogy olyan feltételeket biztosítsunk a szervezőknek, hogy minél több rendezvényt tudjanak megvalósítani. Az akadémia nagyon jó alkalom arra, hogy a pedagógusok megoszthassák tapasztalataikat egymással Kárpát-medencei szinten is. Kiváló alkalom, hogy egy seregszemléjét tartsuk meg a Kárpát-medencei magyar pedagógusoknak, és lényeges megérteni, hogy az úgynevezett udolállamokban évente mindenhol a helyi pedagógus szövetségek hasonlóakat tartanak, és újra meg újra egyetlen nyár alkalmából láthatjuk egymást, láthatják egymást a pedagógusok. Az idei akadémián projektoktatás, képzőművészet, pályaorientáció, természettudományi és matematika szakcsoportokban vehetnek részt a magyar pedagógusok.